Március 15-én a Rákosmente önkormányzata által szervezett megemlékezés, az idei esztendőben is Rákoskeresztúron, az 513. utcai Honvéd síroknál vette kezdetét. Az 1848-49-es forradalmi szabadságharc 171. évfordulója alkalmából professzor dr. Borhi László akadémikus mondott ünnepi beszédet, majd a résztvevők többek között Rákosmente testvér települései, a lengyelországi Krosznói járás, valamint a kárpátaljai csonkapapi küldöttségei helyezték el a kegyelet és a hála virágait. A koszorúzást követően a Vigyázó Sándor művelődési házban a Diadal úti általános iskola diákjai, valamint Kertész Mónika operaénekes és Razvajájeve Anasztázia hárfaművész műsorát tekintették meg a jelenlévők. A hagyományokhoz híven sor került a 17. kerületi elismerések és kitüntetések átadására is. Az ünnepélyes eseményt Fósz Tivadar alpolgármester pohárköszöntője zárta. A Misztió Kántórum vegyes kar, valamint a Rázene Városi Fúvós Zenekar közreműködésével a himnusztal vette kezdetét az 1848-as, 49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett megemlékezés március 15-én Rákoskeresztúron az 513. utcai Honvéd síroknál. A Rákosmente önkormányzata által rendezett eseményen professzor dr. Borhi László akadémikus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora osztotta meg ünnepi gondolatait. Ma már jól tudjuk, hogy március 15-e nem csak egy a történelem eseményeinek végtelen sorában, hanem a magyar történelmi múlt egyik meghatározó napja. Az a nap, amikor a szabadság iránti vágy az elnyomás fölé emelkedett, és az évek óta őrlődő, érlelődő közös nemzeti akarat végül forradalmi arakot öltött. Elvégre is mit ér bármely jobbító szándék vagy bátor gondolat, ha észrevétlen raboskodik az elme börtönében, és nem lehet táptalajt bajtársai szívekben. Professzor dr. Borhi László továbbá kiemelte, tisztelettel kell őriznünk az emlékét mindazon hőseinknek, akik egykor kiálltak hazánk függetlenségéért. 1848-ban sokan hittek egy eszmében, és vállalták a harcot egy egész nemzet sorsának jobrafordításáért. Egyszerre eljött a nap, amikor a magyar, ahogy Széchenyi István korábban fogalmazott, felébredt, és kiki saját erejéhez mérten a közösség oltárához járult, hogy felajánlja, amilyen van, egy közös cél érdekében. És noha az események hullámai végül átcsaptak az egyének feje fölött, az ébredő nemzet akaratát nem tudták magukkal sodorni. A változás megállíthatatlannak bizonyult, és ezen változás egyik kiinduló pontja az első forradalmárok őszinte hite volt. Azt gondolom, a mi kiváltságunk, hogy erre immár békében tekinthessünk vissza, és ezzel együtt a felelősség is a miénk, hogy amint a kerület síremlékei a hős honvéd katonák emlékeit őrzik, úgy vigyázzuk mi is mindazt, ami érték, és ami közös múltunkból felidézésre, emlékezésre méltó. A beszédet követően koszorút helyeztek el a 17. kerület önkormányzata nevében Fósz Tivadar és Horváth Tamás alpolgármesterek, majd Dunai Mónika országgyűlési képviselő, valamint professzor dr. Borhi László. Rákosmente testvértelepüléseinek nevében a kegyelet és a hála virágaival rótták le tiszteletüket a lengyelországi Krosznói járás küldöttsége Andrzej Krezselek járási tanácselnök vezetésével, valamint a kárpátaljai Csonkapapi község küldöttsége Kispál polgármester vezetésével. Koszorút helyeztek el továbbá a 17. kerület politikai pártjainak, kisebbségi önkormányzatainak, intézményeinek, egyesületeinek vezetői és képviselői, valamint Rákosmente megjelent polgárai is.
A szózat és a székely himnusz eléneklését követően az ünnepség folytatásaként Melczer János és Bujovszky Gyula emléktábláin elhelyezték el a tisztelet virágait Fósz Tivadar és Horváth Tamás alpolgármesterek, majd a Vigyázó Sándor Művelődési Házban a Diadalúti Általános Iskola 4. A osztályos diákjainak műsorát tekinthették meg az érdeklődők. Ami arra születtünk című előadásban történelmi szemelvényeket jelenítettek meg a gyermekek zenés formában. Az eseményen Horváth Tamás alpolgármester és dr. Mót Kristóf aljegyző közreműködésével sor került a kerületi kitüntetések, elismerések átadására is. A rákosmentes sportjáért végzett kimagasló tevékenységért díjat Kis Horváth István, a Rákoshegyi VSE elnöke kapta. Rákosmente közbiztonságáért emlékérmet Makra Norbert tűzoltó főtörzsőrmester, valamint Pór Róbert rendőrfőtörzs zászlós vehetett át a szakterületükön nyújtott kiemelkedő tevékenységükért. 2019-ben az egészséges rákosmentéért díj kitüntetettje dr. Krompeher Éva nyugalmazott háziorvos lett, a szociális munkában végzett kimagasló tevékenységért díjat pedig Sallai Istvánné önkéntes segítő kapta. Az idei évben második alkalommal adták át a Rákosmente önkormányzata által alapított Prokultúra díjat, melyben Bokor Jutta operaénekes, a Rákoshegyi Bartók Zeneház vezetője részesült. A pedagógus életműdíjat idén Mennyhártné Barna Zsuzsa karvezető, nyugalmazott középiskolai ének-szolfés tanár kapta meg, akit a Bartók Béla Lapfokú Művészeti Iskola tanárai műsorral köszöntöttek. A Rákosmente díszpolgára kitüntető címet ez alkalommal dr. Szőlősi Nagy András professzor, vízügyi diplomata vehette át. Annyi mindenféle bohó kitüntetés szakmaiakat kaptam, de egyetlen egy sem van olyan közel a szívemhez, mint ez. Tehát akkor most hagyd térjek át a formális köszönetre. Polgármester úr, rektor magnifikus, hölgyeim és uraim, ez egy rendkívüli nagy megtiszteltetésemben most részesülök, és köszönöm a testületnek, és köszönöm a jelölőknek, hogy szerény személyemre gondoltak. A díjátadó ünnepséget követően Kertész Mónika operaénekes és Razbaja Jeva Anasztázia hárfa művész koncertjét hallgathatták meg a jelenlévők. Elmenjek, elmenjek, hosszú útra menjek. Hosszú Az ünnepség zárásaként Fósz Tivadar mondott pohárköszöntőt. Az alpolgármester rámutatott, a Kárpát-medencében napjainkban is meg kell küzdeniük a szabadságért honfitársainknak, legfőképpen Kárpátalján és Erdélyben. A városvezető szólt arról is, hogy a márciusi ifjak mellett fontos megemlékeznünk a jelenkor hétköznapi hőseiről is. És ezek a hősök, díjazottjaink a mai napi kitüntetettek, hiszen ők példát mutatnak mindannyiunknak, a mai küzdelemben, a mai világadta küzdelemben, és ez a példa, ez kell, hogy vezéreljen mindannyiunkat. Én nagyon szépen köszönöm továbbá azt a műsor folyamot, amelyik most már 2 napja itt zajlik a kerületben, és meg kell említenem, és külön ki kell emelnem természetesen az iskolák pedagógusait, azokat a tanárokat, akik a gyerekeket felkészítik ezekre a műsorokra, hiszen ma is egy csodálatos élményben volt részünk a Diadalúti Általános Iskola tanulói előadásában az ünnepi műsor keretében, de megtapasztalhattuk ezt tegnap Rákosligeten, ahol a Gregor iskola tanulói adtak elő egy csodálatos műsort, vagy éppen Rákos Csabán, ahol a Jókai Mór református iskola diákjai léptek meg minket egy csodálatos műsorra. És nekem külön volt még szerencsém a tegnap reggelt azzal kezdeni, hogy a Kossuth iskolában voltam, szintén március 15-i műsoron, ahol szintén egy nagyon csodálatos és élménygazdag előadást láthattunk. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm a pedagógusoknak is, hogy tartják azt a hitet, azt a lendületet, a forradalmi ifjak lendületét a mai kor gyermekeiben is,
amelyik majd olyan felnőttekké neveli őket, akik meg fogják becsülni a magyar nép szabadságát. Isten áldja a magyart, Isten áldja Európát. Kedves egészségükre. Köszönöm, hogy meghallgattak.